Hogy élted meg ezt a hullámzását a mérkőzésnek? Nagyon gyorsan átugrottam azon, hogy én kaptam egy pofont. Előtte én adtam neki egy elég erőset, és az még eléggé. Tudtam nagyon jól, hogy mennem kell tovább, és be kell fejeznem ezt a döntő mérkőzést, és hála Istennek úgy is alakult, ahogy én akartam. Benne volt a mérkőzés előtt a fejedben, hogy szeretnéd kiütni? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejembe, de tudtam nagyon jól, hogy egy jó boxoló szépen tud boxolni. Láttuk az elmúlt két mérkőzésén is, egy minőségi boxot tud mutatni. Minden egyes lehetőségre felkészültünk, mindent átrágtam elejétől a végéig, de természetesen az, hogy ez fog történni, ennek adtam azért a legkisebb esélyét. Előfordul az, hogy a kis esélyek néha bejönnek. A múltkor megkérdeztem tőled, hogy te leszel-e a ring ura, akkor azt mondtad, hogy nem, ez egy erőteljes kifejezés lenne. Az is. Te lettél. Én nyertem meg a Starboxot, de nem vagyok a ring ura. Onnan még én nagyon-nagyon messze vagyok. Én emeltem fel az övet, nagyon-nagyon örülök neki, mindenkinek köszönöm, aki ott volt mögöttem és támogatott, legyen az család, barát, minden egyes munkatárs, aki dolgozott a Starboxba. Majdnem azt lehet mondani, hogy összetudnám hasonlítani, mint amikor egy labdarúgó mérkőzésen mesterhármast lősz. Ez valami olyasmi. Ugye hosszú út volt, nagyon sokat dolgoztam, voltak mélypontok, és a végén én tudom felemenni, az tényleg egy szenzációs érzés, és ugye ezért dolgoztam én is labdarúgóként, hogy gólokat rúgjak, valamikor sikerült, valamikor nem, de akkor, amikor nem sikerült, akkor mentem tovább, és valamikor meg eléggé jó időben, jókor tudtam eredményes lenni, ez történt most is, jó időben, jókor, keményen, sok munkát beletéve, komfortzónából kivéve magamat, fel tudtam emelni az övet. Fogsz még boxolni? Nem fogom elengedni, természetesen egy kicsikét visszaveszek a tempóból, mert az elmúlt időszakban elég sokat jártam. Most egy kis pihenő, de mindenféleképpen szeretném folytatni. Kiragadom azokat a dolgokat az edzésekből, ami számomra jó és kell, azokat fogom inkább erőltetni. Kaptál sok negatív kommentet is. Szerintem most is fogok kapni, de hát ezzel nem tudok mit tenni, az ő bajuk. Ők így állnak ehhez a dologhoz, de amikor labdarúgó voltam, akkor is kaptam hideget, meleget. Ezek az emberek visznek előrefele. Azokon az embereken kívül, akik támogatnak, bíztatnak, mert ugye ők, akik meg csak negatív kritikával éltetnek, azoknak meg akarom mutatni, hogy halihó, azért írjátok, de mégis eredményes tudok lenni. Nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy neked volt a legnagyobb szurkolótáborod az egész Starboxban. Ez így van, és ez nekem nagyon-nagyon sok pénzembe került, és fog kerülni, a 100%, de ők ott voltak mellettem, folyamatosan bíztattak, és tényleg nagyon komoly hangulatot tettek be ide a csarnokba. Akkor éreztem azt, hogy ők ott vannak, amikor kijöttem az öltözőből, amikor bevonulás volt, hogy ennyien eljöttek, engem bíztatok, onnantól kezdve egy pár százalékkal följebb ment az esélyem az, hogy meg tudom nyerni ezt a mai mérkőzést, és hála Istennek az a pár százalék, most már tudjuk, hogy 100%, hogy sikerült.